Szervusztok, Peti vagyok, és az Ava Group Media csatornát nézitek. A mai nappal elkezdjük az Adobe Premiere Pro 2018 CC tan videó sorozatot. Az első részben megnézzük, hogy hogy lehet elkezdeni egy projektet, és mik az első lépések. Nagyon érdekes része lesz az, hogy például hogy tudjátok összepárosítani a hangot a képpel, hogyha egy külön hangfelvevő eszközt használtok, illetve egy külön kamerával veszitek föl a képet. Tehát az első az, hogy létrehozunk egy új projektet. Először az Anker videót fogjuk megvágni, melynek mentési helye itt a Western Digital Plus Anker mappában lesz. És az első beállítás, ami itt láthattok, az, hogy mivel rendereljen a program. Nekem egy erősebb GTX 1080 Ti videókártyám van, ezért nálam úgy van beállítva, hogy a videókártya gyorsítsa a renderelést, vagy állítható csak szoftveresre, hogyha a processzorotok erősebb, mint a videókártyátok. Többi beállítást nem nagyon kell állítani, hisz majd, amikor behúzzuk az első videót, nálam már úgy van beállítva, nálatok rá fog kérdezni, hogy mi legyen az alapvető beállítása a kimeneti videónak, és akkor a felvétel file formátumot érdemes használni, hogyha az közel van ahhoz, amire rendelni szeretnétek. Okay-ra kattintva létrehozzuk az új projektet. A projektet azzal kezdjük, hogy a forrásfájlokat behúzzuk ide a média oldalra. Itt láthatók az összes fájlok. Tehát, mint mondtam, az a következő lépés az, hogy összefűzzük a hangfelvételeinket a kép felvételeinkkel. Ehhez kiválasztjuk az első hangfelvételt, illetve a hozzá tartozó képfelvétel kontroll lenyomásával, jobb gomb Merge Clips, nem változtatunk semmit, csak simán létrehozzuk. És hogyha behúzzuk ide, akkor látjuk, hogy a videó hamarabb indult, mint a hangfelvétel, illetve a végén a videót hamarabb állítottuk le egy picit, mint a hangfelvételt, és hogyha nézzük a kettőt. Ezt miért nem ide középre rakom? Azért nem rakom középre, mert kénytelenül azért nem középre rakom, mert egyszerűen kényszeresen a képre nézek, és nem a kamerába. Viszont, hogyha itt van, akkor többnyire a kamerába próbálok nézni, és akkor jobb lesz a felvétel. Tehát tökéletesen működik. De mi történik akkor, hogyha például az adott videófájlnak nincsen audio sávja, és ezért manuálisan kell összefűzni a képet a hanggal? Fogod az audio fájlt, és a videófájlt, amit hozzá akarsz fűzni, behúzod az audiofájlt a timeline-ba, illetve a videófájlodat, és mint láthatjátok, ennek a videófájlnak nincsen hangja. Az audiofájlban meg kell találni egy pontot, amiről tudjuk, hogy ott kezdődik a videó valahol. Megtaláljátok, hogy nagyjából hol van a kép és a hang közös pontja. Szervusztok, Peti vagy. Igen. Tehát van egy pici eltolódás. Ilyenkor kiválasszátok az egyiket, én általában a hangot, és az Alt gomb.
Tehát kiválasztom az hangsávot, az Alt gomb lenyomásával tudjátok a jobbra-balra gombot használni, és azzal képkockánként el lehet tolni a hangsávot a videóhoz képest, mindaddig, ameddig érzésre tökéletes nem lesz. Ja, was ist passiert, wenn ich den Tisch ein bisschen stöße, dann sieht ihr auf dem Kamera. És így tökéletes. És ha kérditek, hogy miért kell külön hangfelvevő eszközzel fölvenni a hangot, akkor azt nagyon egyszerűen meg tudom nektek mutatni. Elindítom a lejátszást. Beszélni. Egy apró tükk, hogy ezt miért nem ide középre rakom. Azért nem rakom középre, mert és most hallgassuk meg, hogy milyen a kamerának az eredeti hangja. Kénytelenül azért nem középre rakom, mert egyszerűen kényszeresen a képre nézek, és nem a kamerába. Viszont, hogyha itt van, akkor hatalmas különbség van a kettő között. Tehát ez volt az első epizódja a Adobe Premiere Pro tutorialnak. A következőkben megnézzük, hogy hogy lehet megvágni egy videót, és később pedig különböző trükkökkel, effektekkel fogunk operálni, mint például feliratok, áthatások, úsztatások, zoomolás, képvágás és egyebek. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és nagyon fontos, hogy osszátok meg ezt a videót a barátaitokkal is, hogy ők is tanulhassanak egy kicsit az Adobe Premiere Pro CC használatáról. Szervusztok!